Az Agrárminisztérium elkötelezett a mezőgazdasági kistermelők tevékenységének támogatása lehetőségeinek bővítése iránt. Ezért az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes, kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági többlábon állását is igyekszik elősegíteni. Erre támogatási kérelmet most az őstermelők, a mikrovállalkozásnak és a mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek nyújthatnak be. Ennek minimális belépési követelményei vannak. Egy olyan 1 millió-1 millió 200 ezer forint közötti tavaly előtti árbevétel mellett tudnak bepályázni az érdeklődők. Ezt a minimális korlátot hozták meg annak érdekében, hogy hatékonyan hasznosulhassanak ezek a uniós források. Ez egy egyszerűsített eljárás, általánytámogatás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatban mindenki ugyanannyi pénzt kap. Annyi mozgás van csak benne, hogy 15 ezer eurónak megfelelő forintot kapnak a pályázók, a nyertesek, mivel két részletben lesz kifizetés az euró árfolyam mozgása. Egyik évről a másikra azért okozhat egy pici kifizetésbeli különbséget akár pályázók között is, illetve a két kifizetés között. A felhasználás a fiatal gazdálkodók pályakezdők támogatásához hasonlítható, de attól egyszerűbb. Beszerezhetőek használt gépek, tenyészállatok, de akár gyümölcsfák is. Kevés a megkötés, ezért érdemes a szabolcsi gazdáknak is élni a lehetőséggel. A megyében 21 ezer támogatásigénylés történik, egyébként területalapú támogatás. Ennek körülbelül egy 10-15%-a eshet abban a meghatározott körben, aki igényelhet, tehát hogy egy minimum termelési értéket, egy minimum gazdasággal már rendelkezzen egy-két évre visszamenőleg. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6-ától szakaszosan, előre láthatólag 2021. december 17-ig, vagy a rendelkezésre álló 2,5 milliárd forintos forrás kimerüléséig van lehetőség. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A részleteket tartalmazó pályázati felhívás és annak mellékletei a www.pályazat.gov.hu oldalon érhetők el.